az elmúlt nehéz időszak után felüdülést hozhatnak a nézőknek azok a darabok, amelyek az újszegedi színpadon lesznek láthatóak, emelte ki Harangozó Gyula művészeti igazgató. Kisebb változással összeállt a sokszínű műsor paletta. Első ízben július 17-én fogadják majd a nagy érdeműt. Az első darabunk az az Agrippina, Handel darabja lesz, az egy opera, vígopera. A második darabunk lesz a Legénybúcsú, amit az imént említettem. A harmadik lesz a Molière komédiája, az Urhatnám polgár, és a negyedik, a záró darabunk Újszegeden, az pedig a Családi balett, amelyet nagy sikerrel mutattunk be már a tavalyi szezonban is. Az utóbbi előadás nem más, mint a Hófehérke és a Héttörpe. A kis színpad műsoráról bővebben a Szegedi Szabadtéri Játékok weboldalán informálódhatnak. Herceg Tamás igazgató elmondta, a járványhelyzet miatt nincs lehetőség arra, hogy a Dom téren a megszokott módon szórakoztassák a publikumot. Az idén nyára tervezett produkciókat áttették a következő évadra. Nagyon sokat gondolkoztak azon, hogy milyen megoldást tudnának arra találni, hogy a kultúra kedvelők ne maradjanak élmények nélkül. Úgy döntöttünk tehát, hogy az a történelmi pillanat most jött el, amellyel mintegy 90 év adósok vagyunk, hiszen a Szegedi Szabadtéri Játékok előképe a Salzburgi Dóm előtti játékok, amelynek műsorán minden évben egy középkori misztériumjáték az Akárki van. Mi tehát műsorra tűzzük az idén az Akárki című játékot, amelyet nem a megszokott módon, nem az óriási színpadon, nem az óriási nézőtéren láthatnak majd, hanem egy erre a produkció létrehozott, ha úgy tetszik, kis színpadon, de bemutatjuk ezt a produkciót július 24-én fantasztikus művészekkel, címszerepben Zsótér Sándorral, míg a halál személyet megformáló Heges Düsdé Gézával a főszerepben. Az élet értelmét kutató előadás mellett egy szimfonikus koncertet is szerveznek, melyre augusztus 15-én szeretnének sort keríteni. Mindkét program díjmentes lesz. A részletek kidolgozása még folyamatban van. A közeljövőben újabb tájékoztatást fognak majd adni a szervezők.